Újabb szankciós csomag került az Európai Bizottság asztalára, az Európai Parlament pedig nagy többséggel elfogadott állásfoglalásában. A képviselők szankciókat követelnek Oroszország ellen, kiterjesztve az embargók bevezetését az orosz olaj, a szén, a nukleáris üzemanyag és a gázimportra. Mindeközben csütörtök este jóvá hagyták az Európai Uniós tagországok az Oroszország elleni újabb szankciókat, közöttük a szénimport tilalmát augusztustól és az orosz hajók kikötési tilalmát. Az interjút péntek reggel rögzítjük. Elég nagy a hangzavar ebben a kérdésben, eleve az orosz-ukrán háborúban és az ehhez köthető energetikai kérdésekben. Engedje meg nekem, hogy egy technikai kérdéssel kezdjem. Uniós szinten kinek kell dönteni, kinek van joga dönteni az energetikai embargóról? Ezek a döntések, ezek tipikusan tanácsi döntést igényelnek, tehát az országok kormányfői döntenek végül, de a javaslatok előkészítésében számos más platform is részt vesz, tehát ilyen módon az Európai Bizottságnak kiemelt jelentősége van. Az előző tanácsülésen a kormányfők a bizottságot bízták meg azzal, hogy kidolgozza a következő javaslatcsomagot, illetve hát ahogyan szerkesztő úr is fogalmazott, a parlament is aktívan foglalkozik a kérdéssel. Elsősorban állásfoglalásokat szoktak tenni, amivel kinyilvánítják azt, hogy ők mit tartanának helyesnek. De ők alapvetően politikai döntéseket hoznak, jogi kötőerővel nem bírnak ezek a határozatok. Így van, ezek inkább állásfoglalásoknak tekinthetők. A nagy fajsúlyos döntéseket azokat a tanács hozza meg. Ez egyébként annak is az oka, hogy az elmúlt hónapban valamennyi tanács ülés előtt mindig felfokozott volt a média érdeklődés, meg az izgalom, hogy az asztalra tett szankciós csomagokból mi lesz az, amit a kormányfők végül jóvá hagynak, elfogadnak, és mi lesz az, amit nem fogadnak el. Az energiát érintő szankciók azok eddig valamennyi tanácsülésen nagyon markánsan felmerültek. Itt egy erős ellentét azonosítható a tagállamok között. Erről már a korábbi tanácsüléseken sem volt kialakult egységes álláspont, és ez várhatóan így is fog maradni a további üléseken is, aminek elsősorban az az oka, hogy egy nagyon súlyos következményekkel járó intézkedés együttesről van szó. Ráadásul nagy kérdés, hogyha ezek bevezetésre kerülnének, akkor arra Oroszország milyen válaszlépést adna. Foglalkozzunk a csütörtök esti európai tanácsi döntéssel, ami az orosz szén behozatalára vonatkozik augusztustól. Milyen hatásai lehetnek, illetve hogy kell elképzelni, mennyi orosz szenet használnak az Európai Uniós tagállamok? Körülbelül az import 20%-a az, ami a szilárd tüzelőanyagokhoz és elsősorban a szénhez kapcsolódik a közösség egészében. Hogyha az energiahordozókat sorba kell állítani, akkor a legerősebb függés, illetve a legnehezebb helyettesíthetőség a gáz esetében azonosítható. Ezt követi az olaj, és ezt követi a szén, tehát valójában a szén az, amit talán a legkevésbé nehéz helyettesíteni, ezt is egyébként rendkívül nehéz. Sokat mondó, hogy a konfliktus kirobbanása óta, illetve a szankciók lebegtetése óta nagyon jelentősen megnőtt a szén piaci ára is. Tehát itt már ez is egy fajsúlyos döntés, illetve szerintem ami talán a legfontosabb és a legnagyobb horderejű az, hogy ezzel az Európai Unió a szén korlátozásával ezzel most már belépett az energiahordozókat érintő szankciók területére is, ami egy új helyzetet teremt. Fontos kiemelni, hogy nem azonnali szankciót írtak elő, hát ez mindenképpen egy pozitív fejlemény. Az, hogy augusztustól léphet ez érvénybe, egyfajta figyelmeztetés, illetve hogy ön is említette, hogy az energia mixben nagy nehézségek árán, de még mindig a szenet lehet a legkönnyebben helyettesíteni. Persze ez csak feltételezés, de gondolkozhat úgy az Európai Unió illetékes intézménye, hogy augusztusig rendeződnek az orosz-ukrán konfliktusok?
ez elképzelhető. Engedje meg, hogy pontosítsak egy kicsit. Itt nem arról van szó, hogy az energia mixünkben a szenet, mint technológiát, vagy a széntüzelést, mint technológiát a legkönnyebb helyettesíteni, hanem hogyha megnézzük az Oroszországból importált energiahordozókat, akkor a szén import az, ami talán a legkönnyebben helyettesíthető a többi energiahordozóhoz képest. Az energiamixből, az Európai Uniós energiamixből ebben a pillanatban semmit nem lehet könnyen helyettesíteni, mert egy olyan szűkös kínálati helyzet van, olyan energia szűke van az egész közösségben, ami miatt gyakorlatilag minden energiahordozóra szükség van. Ezt mutatja az is, hogy lényegében valamennyi nyersanyag ára az soha nem látott mértékben megnövekedett az elmúlt hónapokban. Az, hogy ez mennyiben tekinthető figyelmeztetésnek, hogy hogyan gondolkodnak az oroszok a háború jövőjéről, és hogy hogyan gondolkodik az Európai Unió a háború jövőjéről, azzal kapcsolatban szerintem azt érdemes elmondani, hogy az Európai Uniónak mindenképpen az az érdeke, meg én azt gondolom, hogy az egész világnak, hogy ez a fegyveres konfliktus ez minél előbb véget érjen. Én nagyon remélem, hogy ez augusztusra már ennek már vége lesz. Köszönöm a pontosítást. A magyar miniszterelnök azt javasolja az Európai Unió illetékes intézményeinek, hogy amíg a háború tart, fel kell függeszteni a fosszilis energiahordozók adóztatásának bonyolult szabályait, valamint azt az előírást, ami a villamos energia árát összekapcsolja a gáz árával, és ugyancsak fel kell függeszteni a bioüzemanyag adalék üzemanyagokba keverésére vonatkozó előírást. Ez mennyivel, milyen mértékben, hogyan enyhíthetne a jelenlegi energiaválságon, illetve a magas piaci árakra milyen hatással lenne? Ezek olyan intézkedések, amiket egyfelől az Európai Unió házon belül is meg tud húzni, tehát nem érintik az orosz-ukrán konfliktust, és amit azonnali enyhítő hatást gyakorolhatnak az energiaárakra. Az, hogy ennek az enyhítő hatásnak pontosan mekkora a mértéke, az nehéz előrejelezni. Korábban az Európai Bizottság a becsléseiben arra jutott, hogy az energiaválság miatti villamos energiapiaci árnövekedés, az körülbelül 1/5, valamivel kevesebb, mint 1/5 mértékben köszönhető a széndioxid kvóta árnövekedésének. Tehát egy jelentős tényezőről, egy jelentős tételről van szó. Én azt gondolom, hogy a kvóta rendszernek a reformja az már rendkívül égető, mert az elmúlt fél évben azt láttuk, hogy olyan tényezők is elkezdték befolyásolni az árakat, ami kifejezetten károsak, gondolok itt elsősorban a spekulatív célú kereskedésre. Másfelől pedig magának az intézkedésnek az ideiglenes szüneteltetése is egy észszerű lépés lehet, hiszen ennek a rendszernek az eredeti célja az az volt, hogy mesterségesen megemelje a fosszilis energiahordozók égetéséhez kapcsolódó, illetve a károsanyag kibocsátásokhoz kapcsolódó költségeket. De ezt a rendszert akkor vezették be, amikor egy alacsony árkörnyezet volt, tehát amikor az egy megalapozott gondolat volt, hogy ezeknek a költségeknek a mesterséges megemelése az egy jó gazdasági ösztönző lehet a szereplők számára, hogy átérjenek tisztább technológiára, és hogy a kibocsátásaikat csökkentsék. Viszont az elmúlt fél évben egy energiaválság alakult ki az Európai Unióban. Ennek köszönhetően az energiaárak soha nem látott mértékben megemelkedtek, megnövekedtek. És most emellett a magas árszint mellett számos piaci szereplő működése veszélybe került. Több tagállamban a háztartások megélhetése veszélybe került. Tehát ezt mesterségesen tovább emelni most már nem egy indokolható lépés, hiszen a mesterséges áremelésnek már nincs igazán környezetvédelmi haszna abban az esetben, amikor egy vállalat működése veszélybe kerül, viszont a többlet teher az tovább súlyosbítja a helyzetet. Ennyit a kvóta kereskedésről. A második intézkedés az a villamosenergia piac reformjára vonatkozik. Ez is egy olyan javaslat, ami már körülbelül fél éve az asztalra került. Eredetileg a déli országok vetették föl, hogy azt a liberalizált tőzsdei kereskedésen alapuló villamosenergia piaci struktúrát, amit az elmúlt évtizedekben az Európai Bizottság iránymutatásainak nyomán a tagállamok felépítettek, azt érdemes lenne újra gondolni, mert az, hogy a villamosenergia piacon milyen árak alakulnak ki, azt elsősorban a kereslet kielégítéséhez még éppen szükséges legdrágább technológia költségei határozzák meg, és ez a technológia ez tipikusan a szabályozható
földgáztüzelésű erőművekhez kapcsolódik. És ezeknek az erőműveknek a költségei nagyon megemelkedtek, hiszen a földgázárak nagyon megemelkedtek az elmúlt hónapokban, ami azt eredményezi, hogy a földgáz árrobbanás az húzza magával a villamosenergia árakat is. Egyébként azok a szereplők ennek köszönhetően, akik kisebb határköltségen, kisebb változóköltségen képesek termelni, például a megújuló termelők vagy a nukleáris technológiát üzemeltető cégek, ezek jelentős haszonhoz juthatnak, tehát egy egyenlőtlen allokáció figyelhető meg a piacon, és hát ez az áremelkedés szintén súlyos gazdasági terheket okoz. Hát elkezdtek gondolkodni azon a tagállamok, hogy valamilyen új piaci modellre lenne érdemes átállni. Több ötlet felmerült már, például az, hogy valamilyen módon érdemes lenne maximalizálni a tőzsdén kialakuló árakat, tehát egy plafont bevezetni, illetve hát más javaslatok is az asztalon vannak. Én tágabb értelemben azt látom, hogy az a pillanat, ami most kialakult Európában, az egy nagyon izgalmas pillanat, mert úgy tűnik, hogy az elmúlt 10-15 év energiapolitikáját szögesen meg kell változtatni, és egy jelentős fordulatot kell végrehajtani. És most egy viszonylag bizonytalan helyzet állt elő, mert még nagyon nehezen láthatjuk azt, hogy milyen irányba fog tovább haladni az európai szintű szakpolitika. Ezt mindenképpen ki kell várni? Hátralépek két lépéssel. A párizsi klímacsúcson kitűzték azokat a célokat, amit el szeretne érni az egész föld, tehát globálisan. Ebben megfogalmazta egyébként az Európai Unió is a saját maga tervét. 2030-ig csökkenteni szeretnék a károsanyag kibocsátást. Az eredeti rendszerbe gondolkozva akarják ezt elérni, tehát abba a modellbe, amit ön felvázolt az elmúlt néhány percben? Hát eddig úgy szerették volna. Hadd kezdjem a kérdés első részével, hogy ezt mindenképpen ki kell-e várni. Nem, tehát szerintem ebben a helyzetben az egy jó stratégia, amit például Magyarország is követ, hogy proaktívan javaslatokat tesz, és kialakít egy saját érdekeit képviselő álláspontot, és olyan irányba próbálja meg ösztönözni a közösség döntéshozatalát. Ráadásul én azt gondolom, hogy Magyarországnak ilyen szempontból most egy a korábbi éveknél jobb pozíciója van, mert az elmúlt fél évben kialakult energiaválság az sok szakpolitikai alterületen a magyar törekvéseket vagy azoknak a hasznosságát támasztja alá, és számos olyan korábbi magyar intézkedés van, amit most mintaként más tagállamok is átvesznek, tehát szerintem ez egy jó lehetőség is, ha szabad ilyen így fogalmazni ebben az egyébként rendkívül negatív helyzetben, de Magyarország számára egy olyan pillanat, amikor talán jobban képes befolyásolni a szakpolitika alkotást. A klímavédelmi célokra és a korábbi célkitűzésekre vonatkozóan pedig én is hadd lépjek hátra egy-két lépést. Az energiapolitika az egy többdimenziós célrendszert követ valamennyi országban. Tehát az energiapolitikát úgy végzik a tagállamok, illetve az Európai Unió, hogy annak több célt egyszerre kell szolgálnia, és a nehézséget az okozza, hogy ezek között a célok között tipikusan ellentmondások vannak egy-egy intézkedés esetében. Három ilyen alapcélt szokás felsorolni, az ellátásbiztonságot, a gazdaságosságot, illetve a környezetvédelmi teljesítményjavítást. És azt látjuk, hogyha az intézkedés az mondjuk az környezetvédelmi teljesítményjavítását célozza, akkor az tipikusan egy másik célnál az elérhető teljesítményt azt rontja. Az elmúlt években ráadásul az Európai Unióban felmerültek olyan ideológiavezérelt célkitűzések is, például Németországban a nukleáris erőművek bezárása, amit nem teljesen illethető be ebbe a hagyományos három dimenziós célrendszerbe, és emiatt a hagyományos három célban elérhető teljesítményt azt visszavetik. Az elmúlt évekre jellemző volt európai szinten, hogy a klímavédelmi törekvések nagyon erősen előtérbe kerültek, és részben ennek a következménye az is, hogy az ellátásbiztonság és a gazdaságosság sérülése miatt a mostani koronavírus utáni helyreállításból fakadó szűkös kínálat az európai piacon egy különösen nagy problémát, egy energiaválságot okozott. Most az látszik, hogy számos olyan korábbi egyébként kiegészítő célkitűzés, mint például a piaci liberalizáció, az elkezdett sérülni, mert az európai energiapolitika célkeresztjében az orosz
import minél hamarabb leépítése került. Szeretném itt megjegyezni, hogy ez a függőségcsökkentés az ellátásbiztonsági céllal magyarázható bizonyos mértékben, hiszen a függőség magas szintje az ellátásbiztonsági kockázatot okoz. Viszont az is ugyanilyen könnyen belátható, hogy az ellátásbiztonsági optimumot azt nem a nulla beszerzés jelenti, nem a nulla import. Tehát az orosz import teljes megszüntetése az inkább egy újabb ideológiai vagy ideológia vezérelt célkitűzésnek tekinthető, ami ilyen formán szűkíteni fogja azt a mozgásteret, amit a hagyományos három célkitűzésben el lehet érni. És azt, hogy egyébként a klímavédelmi célkitűzéseit az európai közösség mennyire lesz képes elérni 2030-ig vagy 2050-ig, az ennek a fényében különösen kérdésessé válik. Németország például már jelezte, hogy ragaszkodik a korábbi nukleáris energia megszüntetésére vonatkozó ideológia vezérelt célkitűzéséhez, viszont a széntüzelés tervezett kivezetését azt ki fogja tolni. Ennél fogva Németország klímavédelmi célkitűzései azok veszélybe kerülnek, tehát úgy néz ki, úgy tűnik, hogy az orosz importtól való függetlenedés célkitűzését azt előre fogja sorolni Németország a klímavédelmi célok elé. Tehát összefoglalóan én azt gondolom, hogy ez a mostani konfliktus, ez nem segíti, hanem hátráltatja a klímavédelmi célok elérését. Az Európai Parlament célként tűzi ki a stratégiai gáztározók feltöltését, ugyanakkor orosz gáz nélkül ez lehetséges? Rendelkezésre áll más forrásból elegendő fűtőanyag? Nincs. Ez az egyik tehát szerkesztő úr nagyon jól rámutatott az egyik legnagyobb ellentmondást. Most sok ellentmondás van az Európai Uniós energiapolitikában, de ez bizonyos mértékben természetes, hiszen egy nagyon újszerű állapot lépett elő. De valóban ez az egyik legerősebb ellentmondás, hogy a gáztároló kötelező töltöttségi szintjére vonatkozó szabályozáshoz szükség van gázra, és mivel a gáz nagyon jelentős részét az Európai Unió Oroszországból szerzi be, ezért a következő hónapokban, hogyha ezek a szállítások, ezek valamilyen okból, akár a szankciók miatt, akár más miatt sérülnének, csökkennének, vagy akár meg is szűnnének, akkor annak fizikai akadályai lennének, hogy ezeket a tárolókat feltölthessük. Már csak azért is, mert rövid távon az orosz gáz az nem igazán helyettesíthető az európai piacon. Hát volumen tekintetében talán a legígéretesebb alternatíva az a cseppfolyósított földgáz lenne, viszont egyrészt a világpiacon jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő szabad gáz kapacitás ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű LNG-t a következő hónapokba be lehessen szerezni. Másfelől a műszaki infrastruktúra sem áll rendelkezésre hozzá, tehát ehhez szállítási kapacitás szükséges, ehhez az Európai Unióban a cseppfolyósított földgáz befogadására szükséges terminálok kellenének, ezek sem állnak rendelkezésre elegendő nagyságba, és ezt az infrastruktúrát felépíteni, ez nem rövid idő, ez hosszú évekbe telik. Az adásidő véges, de két kérdést még engedjen meg nekem, hogy föltegyek. Egy másfajta függésről is beszéljünk, ön is fölhívta a figyelmet, hogyha a fosszilis energiahordozók területén megszűnik mondjuk Európa kiszolgáltatottsága Oroszországnak, és elindul a megújuló energiák irányába, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy megszűnik a kapcsolat, vagy akár használva megint ezt a szót és ismételve magamat, a kiszolgáltatottság Moszkva irányában. Így igaz, ez egy újabb ellentmondás, amit szerintem még a döntéshozók most, vagy a döntéshozók mögötti elemzők most tárnak föl. Bár minden szakpolitikai dokumentum tartalmaz, hogy a mostani helyzet az egy jó lehetőséget teremt arra, hogy felgyorsítsa az Európai Unió a zöld technológiákra való átállást. Viszont az a probléma, hogy a zöld technológiákra való átálláshoz is szükség lesz Oroszországra. Hát a legnagyobb kérdés az, hogy a növekvő időjárás függő megújuló kapacitások mellé milyen
szabályozói vagy kiszabályozási kapacitások építhetők, mert ezek nélkül az ellátásbiztonság súlyosan sérülne. Korábban például Németország úgy gondolkodott, hogy az ambiciózus megújuló kapacitás növekedés mellé új gázerőműveket fog építeni, viszont ez a lehetőség ez kiesett a mostani konfliktus miatt, mert a gázigények növekedése az nem engedhető meg. Két alternatíva van, amit a szakpolitikai dokumentumok meg a technológiai realitás felvetnek. Az egyik az akkumulátor technológia, a másik pedig a hidrogén gazdaság. Most eltekintve a két technológia árától és attól, hogy mind a kettő az még a piaci érettség korai fázisában van, és ezért kérdéses, hogy egyáltalán alkalmasak-e arra, hogy olyan mennyiségben kiszabályozzák a villamosenergia rendszert, mint amire szükség lenne. Ezek olyan technológiák, amikhez olyan nyersanyagokra van szükség, nikkelre, kobaltra, platinára, palládiumra és így tovább, amely nyersanyagok tekintetében Oroszország az Európai Unió legnagyobb, néhol egyedüli beszállítója, és a világban is Oroszország mondjuk dobogós kitermelőnek számít, és ráadásul más dobogós kitermelő országokban is orosz vállalatok végzik a kitermelést. Tehát félő, hogy a mostani helyzetben, hogyha az Európai Unió nagyon gyorsan elkezdene átállni a zöld technológiákra, akkor valójában annyi történne, hogy rendkívül magas költségen az egyik függést lecserélni egy másik függésre. A politika talapzatáról kezdtük a beszélgetést, zárjuk is valahol itt. Az uniós szankciók Oroszország ellen egyértelműen politikai döntést igényelnek. A keletről érkező olajcsapok elzárása azonban a gazdaságra, illetve az ellátás biztonságára vannak kihatással. Nyugaton, ahogy ön is említette, azért számtalan ideológia vezérelt célkitűzés létezik, amit az ottani politikusok megpróbálnak morális indokokkal alátámasztani. Az elszabaduló energiaáraknak, amit láttunk az elmúlt hónapokban, és hát van olyan forgatókönyv, hogy ez folytatódhat, a soron következő nemzetállami választásokon lehetnek-e politikai következményei? Én azt gondolom, hogy igen, tehát mind a hazai, mind a nemzetközi közvéleményben az én élményem az, hogy a háború az elmúlt hónapokban mindent visz, tehát hogy a háborúval kapcsolatos politikai állásfoglalások és cselekvések, azok nagyobb közérdeklődésre tartanak számot, mint lényegében bármi más. És ráadásul ehhez hozzáadódik az is, hogy számos nyugati országban, az Európai Unió számos tagállamában az áremelkedés, az energiaválság már most is nagyon erősen begyűrűzött a lakossági tarifákba, tehát az elmúlt hónapokban a lakossági szereplők azok szembesültek egy korábban elképzelhetetlen mértékű áremelkedéssel, és egyre többen kerülnek nehéz egzisztenciális helyzetbe emiatt. Emellett persze a háborúról is látják a megrázó felvételeket, és arról is kialakul valamilyen képük. Amire mindenképpen szeretném felhívni a figyelmet, hogy itt a szerkesztő úr a kérdésében is azt sugallta, mintha egy morális álláspont állna szembe egy gazdasági érveléssel, de valójában itt egy morális érvelés egy másik morális érveléssel áll szemben, mert a szankciók szigorításának az alternatívája, vagy a következménye, az nem az, hogy egy picit drágább lesz az energia az Európai Unióban, hanem az, hogy komoly ellátási nehézségekkel kell majd szembenézni a közösségnek az elmúlt hónapokban, és egy brutális mértékű áremelkedéssel, ami recesszióhoz vezet majd, aminek nagyon súlyos társadalmi következményei lesznek. Hát az Európai Unióban az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy például az energiaszegénység miatt számos ember hal meg évről évre, és ez a tendencia nagyon jelentősen várhatóan fokozódni fog egy drasztikus áremelkedés következtében. Hogyha az európai közösség recesszióba süllyed, akkor emberek tömegei el fogják veszíteni a munkájukat, és szintén ennek lesznek nem csak gazdasági, de egészségügyi következménye is. Tehát én azt gondolom, hogy itt nem lehet ezt egy morális versus gazdasági dilemmává leegyszerűsíteni vagy enyhíteni. Itt az Európai Uniós döntéshozóknak bizony a között kell dönteniük, hogy a morális érveléssel szemben mennyire engedik el az európai társadalmi károkat.